Köszöntjük Önöket, mint ahogy ígértük előző adásunkban, ma is a Rádai utcában maradunk, és egy gépgyárról fogunk megemlékezni, ami 1901-ig itt a Közszelek és a Rádai utca sarkán állt. Egészen pontosan Rök István gépgyárosról fogunk, illetve hát ugye a gépgyárról is fogunk beszélni, de először beszéljünk a Rök Istvánról. Nagyon érdekes története van a családnak, mert amikor Rök Istvánról beszélünk, akkor tulajdonképpen három Rök Istvánról beszélünk. Nagyapáról, fiáról és unokáról, vagy unokáról, unokájáról. Az alapító atya, a családi vállalkozás alapítója 1775-ben született Kőszegen, és szitásmester és rostákat készítő mester volt ő, aki úgy döntött 1802-ben, hogy Pestre költözik, és két év múlva, amikor polgárjogot is szerzett, a mai Szervita téren nyitotta meg első műhelyét, ahol ezeket a bizonyos szitákat és rostákat elkészítette és árusította. Öt fia volt, akik közül az István nevű folytatta, illetve vett részt legintenzívebben a névkötelezte. Így van, a névkötelez. A cég működését ő vette aztán át 1841-ben, vagy irányítását ő vette aztán át 1841-ben, és nagyon érdekes, hogy valahogy ezek a séták azért, kedves nézők, talán nem tartják túl elfogódottnak, vagy elfogultnak ezt a dolgot, de mindig oda kanyarodik, hogy minden a Ferencvároshoz kötődik, ami Pest történetével összefüggésben van. Ugye a Szervita tér azért az nem a Ferencváros része, de amikor 1841-ben ifjabb Rök István átvette ezt a bizonyos cég irányítást, akkor megismerkedett Vidacs Istvánnal, mezőgazdasági gépgyárossal, aki akkor már itt a Ferencvárosban működött, róla már többször is beszéltünk sétáink során, és egy közös vállalkozásba fogtak. A mai fővárosi Szabó Ervin könyvtár területén alapítottak egy mezőgazdasági gépeket is előállító telepet, és aztán ez a telep egészen 1848-ig folyamatosan működött. A forradalom és szabadságharc idején mind a két gyáros a Magyar Honvédség számára készített olyan eszközöket, amely a csatákhoz, a fegyveres ellenálláshoz elengedhetetlenül szükséges volt. Ugye Vidacs Istvánnak a fia, Vidacs János, a márciusi ifjak egyikként honvéd tisztként szolgált is a seregben, a magyar seregben. Meg is volt ennek aztán a büntetése a szabadságharc leverését követően, és egy időben nem is dolgozott együtt a két vállalat, vagy vállalkozás. 1857-ben aztán elképzelhető, hogy Vidacs István hívására, de ide költöztette a cégét Rök István erre a mai Rádai utca 24 és 26 szám alatt tehát álló. Tehát mind a két épület igen, helyén itt ez volt. Így van, egy nagy területet kell elképzelni. És itt kezdte el egyrészt mezőgazdasági gépeket, aztán nyomdai gépeket előállító üzemének az irányítását. És 1861-ben ezen a helyen készítették el először Magyarországon az első gőz erejű cséplőgépet, amellyel hát országos ismertségre tett szert Rök István. És hát tulajdonképpen egészen 1882-ig folyamatosan ezen a telephelyen működött és irányította. Ekkor már a harmadik generáció tagjai is részt vettek a munkában, és legifjabb Rök István, aki aztán nemességet kapott, és kelenföldi nemesi előnévvel vált ismerté, vette át tulajdonképpen a vállalkozás irányítását, és 1901-ben már olyan igénybevételnek volt kitéve, hogy így fogalmazzak a gyár, tehát akkor a megrendelései voltak külföldről is, nem csak Magyarországról, hogy egy új telephelyet kellett keresniük. Főleg a Balkán országaiba szállítottak ipari vagy gépeket, különböző mezőgazdasági gépeket, szerszámgépeket. Úgyhogy a lágymányosi részen, vagy kelenföldi részen a mai Budafoki út 70 szám alatt alapította meg az új gyáregységét. Rök István gépgyár részvénytársaság néven lett talán legismertebb ez a... De ez miért szűnt meg itt? Vagy miért? Hát elsősorban a városiasodás következtében itt folyamatosan azok az üzemek, amelyek mondjuk az 1800
1800-as évek második felében, 50-es, 60-as, 70-es években jellemzően itt működtek a belső Ferencvárosban. Egyre kijjebb húzottak, illetve elköltöztek, mert hát nem illett már bele ebbe a bizonyos város szövetbe, ahogy szoktuk manapság ezt mondani. És egyébként is kicsi volt az alapterülete ahhoz az igényhez képest, amivel ekkor már rendelkezett a gyár, és ami aztán a további sorsát illeti a gyárnak, és nagyon fontos szerep jutott a Rök gyárnak. Megismerkedtek Csonka János munkásságával, és össze is barátkoztak Csonka Jánossal, és együtt készítettek, hát Csonka János tervezett automobilokat, és különböző motor felépítményeket a Rök gyárban alkottak hozzá. És hát tulajdonképpen az első Csonka autók is a Rök gyárban készültek, nagyobb része ezeknek az autóknak, vagy nagyobb hányad ezeknek az autóknak ebben a Rök gyárban készült. Az első, akkor az már nem itt, hanem nem, a másik helyszínen. Így van, az már a mai 14. kerület lehet büszke erre a hagyományra, és hát a gépgyár az folyamatosan működött. Az első világháborúban is hadi üzemként működött, aztán a második világháborúban is hadi üzemként működött, és aztán 1949-ben államosították, és április 4-e gépgyár vagy gyár néven folytatta tovább a tevékenységét. Még egy részletet szeretnék, vagy egy érdekességet szeretnék elmondani a kedves nézőknek, amely a Rök gyárral, illetve a harmadik, az unoka Rök Istvánnal kapcsolatos. Ugye ő volt az a bizonyos kelenföldi Rök István, nemesi előnével rendelkező úriember. Ő egy kicsit nem csak az autógyártás fele vitte el a gyárat, hanem a hűtő gépek, hűtőfelszerelések irányába is. Tehát nagyon fontos szerepe volt például a 1906-ban, szintén a Ferencvárosban, a mai Tóth Kálmán utca, Mester utca sarkán, Nádasdy utca sarkán megnyílt hűtőház, Ferencvárosi hűtőháznak a berendezéseit is ebből a gyárból, a Rök gyárból vitték ki és szerelték föl. Tehát nagyon sok szállal kötődött tulajdonképpen a Rök család is, és elsősorban az üzem, a vállalkozás a Ferencvároshoz. Hát azt hiszem, hogy annak mindenképpen örülhetünk, hogy ezek az ipari létesítmények ma nem itt a belvárosban vannak, és helyettük ilyen szép impozáns épületek vannak, és következő adásunkban is egy gyönyörű épületet fogunk önöknek bemutatni, fogunk róla beszélni, az pedig majd a Tali Kálmán utcában lesz.